Népszerű volt az ingyenes vérnyomás mérése a Szekszárdújvárosi Római Katolikus Társaskör hagyományos egészségnapján. A Szent István házban egész délelőtt és délután is várták a vendégeket, akik csontsűrűség, vércukorszint, hallás és látásvizsgálaton, valamint masszázson is részt vettek, sőt, egészséges ételeket is kóstolhattak. Lepróbáltuk egy kicsit az ősz és a téli időszak miatt egy immunerősítő smoothikat, és az egészséges táplálkozásba beilleszthető különböző mártogatósakat hozni az időseknek, úgyhogy ilyen kis C-vitamin bomba, egy kis gyulladáscsökkentő hatású fűszerekkel megspékelve. Az egészségnapot minden évben két alkalommal rendezi meg a Tolnai megyeszékhelyen működő civil közösség, tavaly azonban a járvány miatt erre nem volt lehetőségük. A tagok és az érdeklődők ezért már nagyon várták, hogy ismét felmérhessék egészségügyi állapotukat. Itt azért a tanácsot, az útbaigazítást megkapjuk, és nagyon hasznos, és a környezetemben most is rábeszéltem két ismerősömet, akik a városból jöttek, és nem bánták meg, hogy eljöttek. A pszichiátri ambulancia az a pszichiátri épületének a földszintjén van. Míg az egyik teremben a szűrések zajlottak, addig néhány méterrel arrébb a Szekszárdi Balassa János Kórház orvosai tartottak előadást a résztvevőknek. Idén kiemelt szerepet kapott a témák között a demencia, ami az idős emberek több mint 70%-át érinti idehaza. Az egészségnapot szervező Újvárosi Római Katolikus Társaskör általános elnökhelyettese azt mondja, nagy igény mutatkozik a programra. Nagyon-nagyon közkedvelt ez a rendezvényünk, mint ahogy látszik is, sokan részt vesznek, regisztráljuk őket, és hogyha valami problémájuk van, akkor ugye irányítjuk őket a megfelelő szakorvoshoz. Ez egy előszűrés, és akkor hát ugye innét mennek tovább. A Szekszárdi Újvárosi Római Katolikus Társaskör 28. alkalommal rendezte meg az ingyenes egészségnapot.